Újra, hello! Itt nem vagyok, remélem most már jó lesz, és nem nagyon fog szaggatni. Itt is vagyok. Miért pont F5? Tehát az az újraindítás. Vagyis az újra, mondjad már, frissítés a böngészőkben általában. Igen. Szóval Kenny halála nagyon nagy hatása volt Markra, borzalmasan magába fordult. Kenny volt Marknak a példaképe, mint kiderült. Mióta Kenny meghalt, Mark nem igazán tud semminek sem örülni. Pillanat. Mark szerzett magának új barátokat. Együtt sportolnak és szivatnak más gyerekeket. Gyanítom, vagyis hogy nem gyanítom, hanem azt gondolja a pszichológus, hogy ezek a szivatások azért elég erőszakosak. Bár nem akart erről túl sokat beszélni. Úgy gondolom, hogy ezzel próbálja kompenzálni Mark azt, hogy elvesztette Kennyt. A dühét más gyerekekre veti ki. Aha. És hogy azt javasolja a pszichológus, hogy két hetente találkozzanak. Mark didn't take his brother's death well. Szóval igen, tehát a halála, Mark halála, az biztos, hogy nagyban befolyásolta. Vagyis, hogy Kenny halála nagyon nagyban befolyásolta. Anika? Anika eltűnt? Hú! Seems that Marky here was a sweet boy before his brother died. Bizony. After that he became a heartless bully who loved to see others in pain. But the fact remains that Annika is dead because of him. So now you decide. Should Mark Harris be forgiven? Or pay for his crime? Shit. I don't have a choice. És hogy döntjük el? I think I'm supposed to choose one. Hú, srácok, ez kurva nehéz kérdés. Szóval most az a kérdés, hogy Mark meghalljon, vagy megbocsájtsunk neki, igen. Azt mondta a csávó a székben, hogy Kenny halála előtt egy nagyon rendes srác volt. Viszont azt is kell tudnunk, hogy Anika haláláért ő a felelős. Ő is felelős. Én azt mondom, hogy bocsájtsunk meg, bocsájtsunk, nem tudom most ezt a szót ma nem tudom kimondani. Szóval meg kéne bocsájtsunk, mert értitek, oké, egy nagy fasz volt, és végülis amúgy meghalt miatt egy ember, az igaz. Elvileg. Na most mit tudunk pontosan? Pontosan nem tudunk semmit, hogy Anika miért halt meg. Tény, hogy szopatta, de ezért szerintem, hogy meghaljon, ez sok. Tehát mégiscsak egy gyerek elvesztette a testvérét. Szerintem bocsánat, meg kell neki bocsájtani. Megbocsájtottunk. Hűha! Mi elől futunk? Oh crap! Ez gond! Azt a kurva! El tudtunk teleportálni, ott jött pedig ez a fos. A police station. Hogy kerültünk ide? Hogy kerültünk ide? A rendőrségre. Hú, bassza meg. Na jó.
Viszont, srácok, eltűntek a... Ja, nem tűntek el az emberek, azt hittem eltűntek. Oké. Hát itt aztán biztos nem segít nekünk senki, ezt most mondom. Nem feltűnő amúgy, hogy senki nincs az utcán? Bassza meg, hát igen. Jó, de nem megyünk be. Hát ez érdekes, miért? De most így... Get across the police station, értitek? Ez a feladat. Ezek az emberek itt meghaltak elég keményen. Hú, mennyi út van, basszus, srácok. Na jó. Nézzünk itt előbb körül. Why are they here when everyone else has left town? Amúgy most látunk először hullát a játékban, nem? Eddig nem láttunk. A Resident Evil jut erről eszembe, srácok, hogy mindenkit fejbe kell lőni kétszer. Full Resident Evil most ez a rész. He's dead. Hát, ezt gondoltam. Ez azért nem volt túlságosan meglepetés. Úgy nagyon sok minden van. Legalábbis úgy tűnik. Lehet, hogy persze az egész ilyen game design. Sehol semmi, fegyverek nincsenek. Terminál, itt van egy térkép, amit nem tudunk fölvenni, pedig amúgy ez tök hasznos lenne. De nincs térkép a játékban. The sprinkler should have put out the fire. The water must be cut off. Nincs víz. Az lehet. The exposed cable is touching the water. I can't go inside. Le kell kapcsoljuk az áramot? Vagy hogy tudjuk ezt a víz problémát megoldani? Máshogy? Gondolom valahogy így. Hát ez csodás. Restore the water flow in the building. An exposed cable is touching the water. I can't go inside. Fuck. Jó. De beszartam ezt a hangtól. Ezt is két programozó csinálta? Nem, ez egy, csak egy simán egy indie játék. The case files you ask for are in the bottom drawer. So, 1958 óta tűnnek el emberek, csak mondom, srácok ezek szerint. De melyik szekrénybe van lent? Lehet, hogy van valami irataraktár? Itt? Itt vannak iratok, az tény. Itt nincs semmi. Biztos, hogy van valami... Hop-hop! Itt is van. Itt is van, nézzétek csak! 1958-ban eltűnt egy építőmunkás. 58-ban egy, még 58-ban egy kamionsofőr. 58 augusztusában egy tanár. 58 augusztusában szintén egy munkanélküli. Egy séf. Ez mind 58. Nem tűnt úgy, hogy van bármilyen kapcsolat az ügyek között. De most ezt így összeszedték. A holtesteiket sosem találták meg. Wow. Oké. Deck, köszi a 3 hónapot. Chris Goró, köszi a 9 hónapot. Savage Horsemannek nagyon köszi a cheert.
Szevasz, vezérostya vérem, diló részem, tetya. Még meló előtt becsatlakozok picit a livestreambe. Nagyon szépen köszi, örülök, hogy itt vagy, Savage Horse, meg kicsit lemaradtam erről, mert még itt vagy. Szaszka, köszi a cheert. Nagyon szépen kösz. Oké, szóval nem lettek meg a holttestek ezek szerint. Igen, ezt ma olvastuk, bocs. Jó. Nem tetszenek ezek a hosszú folyosók, nem tudom ti, hogy vagytok vele. De ha jön a lámpafejű kurva élet, akkor be fogok szarni. Az mi? Ott valami tipikusan van. Ez ilyen tipikus horrorjátékos téma. Ha kinyit... Tűha. Félek. Anya, kicsit félek, kicsit. De semmi baj. Jaj, ez nem horror. Jaj, tényleg. Valami van. What the hell? Egy pillanatra összeszartam magam. Egy pillanatra szartam magam össze, nem történt semmi baj, nyugi, minden rendben van. A fenébe. De most itt ez, jól gondolom, hogy amikor jön itt az anyuka, tehát ilyen szempontból, tehát jön az anyuka, ugye, akkor futnunk kell. Futi. Futi. What the hell? Damn it, not again! Mögöttünk van. Shit, shit, shit! Meg akar baszni! Látszok, én nem nézek hátra! Köcsök, fos! Fos, fos! Most nyissuk ki. Ha. Milyen érdekes. Hát milyen érdekes. I might be able to turn the water on there. It's too dark. Aha. Aha. Kell fény. Locked. The keys must be around here somewhere. Itt kell legyen a kulcs. Aha. Tehát fel kell kapcsoljuk ennek a kocsinak a világítását ahhoz. Hogy legyen ott fény, ahol vissza tudjuk hozni a... tehát a vízellátását a rendszernek. Csak az a baj, hogy... Aha. Tehát itt meg... Itt gyakorlatilag megszexelnek, hogy jól gondolom. Itt kell legyen. De hol? High pressure water pipes. Jó, kurva, hogy nem el... Hát, hol lehet ez a kulcs, szerintetek? Basszus. Hát, nem lehet betörni az üveget, annyira nem intuitív ez a játék. De hát itt már mindent végignéztünk. Itt nem volt kulcs. Elő lenne, de azt írja, hogy must be around here somewhere. Tehát valahol itt kell legyen. De hol? Csak a papírokat nem lehet fölvenni. Átdobni lehet rajta tárgyakat. Locked. The keys must be around here somewhere. Lehet abban a dobozban valamit el... Mi? Lehet elől van. Én arra gondolok még, hogy elől a... Tehát valahol itt. Uh-huh.
Ez nem hangzik túl jól. Ezt valaki, itt egy rendőr írta ezt, hogy akkor kezdődtek az eltűnések, miután volt ez a baleset azzal a fiatal lányjal, Anikával. Lehetséges az anyja tényleg egy boszorkány? És ugye elátkozta ezt az egész várost? Úgyhogy ő úgy döntött, hogy inkább elmegy a fenébe. Jól döntött. Ez egy borzasztó szarra jön utána ez a nő. És itt nincs, itt se kulcs. Itt, ezt nem tudjuk felkapcsolni, az fix. Hol lehet még kulcs? Vigyük magunk az égő kukát. Ez egy nagyon jó ötlet, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet alapvetően. De azért annyira nem. Their bodies here. Why are they here when everyone else has left town? Nagyon jó kérdés. He's dead. Nem, ezeknél van a kulcs. Vagy itt, itt még lehet kulcs, várjatok. Valaki bejött ide a budiba kakilni egyet is. Hát nem jött össze. Máshogy hozta a sors. Várjátok, itt azért ilyen kulcsot nem kerestünk, tehát lehetséges, hogy van itt valami, valahol. De ha itt nem lesz... ...250, srácok. Több mint 250, inkább 260. De természetesen itt volt. Azaz, itt a fény, jó. És akkor most... Water valves. These probably control the water flow inside. The two valves must be rotated in the correct order. Ugye szopac most. That's not it. Kösz. Azt mondja bal. That's not it. That's not it. Ugye? Na várjátok egy kicsit. Most de nincs valami guide ehhez. Egyesével kell próbálkoznunk. That's not it. De lehet... That's not it. Várj! Várj! That's not it. Várj! That's it. The water's running again. Mert értitek? Ugyanabba fordultak, ugyanabba az irányba fordultak. Abban a pillanatban. Most már pörög a víz. Aha. El is oltotta a tüzet. The exposed cable is touching the water. I can't go inside. Na várj egy kicsit. Ez itt továbbra sem oldódott meg. Ezzel csak eloltottuk a tüzet. Volt olyan része a rendőrkapitányságnak, amit nem tudtunk megnézni. A tűz miatt? Ja, ez! Erre nem tudtunk tovább menni. Aha. Jó. Piu. Semmi sehol. Lawrence Mathis-t átszállították ide Needlesből, és arra vár, hogy a... Hát a... Ez hogy is hívják magyarul a marsalokat? Mert mindjárt eszembe jut. Ügyi eljáró...
ügyész. Nem is tudom, hogy fogalm. Nem, végülis nem ügyész, nem. Rendőrbíró. Az. Rendőrbíró felvegye. Köszi szépen. Nagyon óvatosan bánjanak ezzel az emberrel, mert egy kettős gyilkosságot követett el. Tehát egy ilyen ember szabadult itt el, akkor lehetséges, hogy ölte meg a rendőröket? Tehát, hogy ez nem is a boszorkány műve, vagy ilyesmi? Ha egyáltalán létezik boszorkány, ugye ezekben a játékokban nem lehet tudni, mi az igazság, vagy mit él át, vagy mire gondolt a fejlesztő. Aha. Ja, várjatok már, a sheriffnek volt a gyereke Mark. A sheriffnek volt a gyereke Mark ezek szerint. Mert ugye annyit ír itt a rendőr, hogy Terrynek, Jay, hogy nem lehet, hogy mindenki ezt így elfogadja, nincs se nyomozás, se bizonyítékgyűjtés, semmi. A sheriff azt állította, hogy úgy döntött, hogy ez egy baleset volt, és ennyi. Lehet, hogy az volt, lehet, hogy nem. Nem a mi munkánk az, hogy eldöntsük, mert nem vagyunk bírók, de egész egyértelműen védi a saját gyerekét. A lány pedig halott. Nem is tudok ránézni az anyja arcára. Híha! Akkor itt valami korrupt rendőr sztori van. Kamató, köszi szépen az egy évet, Drainre, köszi a két hónapot, Eskaruf, köszi a 21 hónapot, Zsocca, köszi a 26 hónapot, Deck, köszi a 3 hónapot, Kriszgoró, köszi a 9-et. Köszi szépen, srácok. Mi van? Szóval akkor ezek szerint, akkor rendőr volt. Eltitkolta a halálát. Hát akkor látjátok, jól döntöttük, hogy Markot életét vagy életben hagyjuk Markot, hát most hol? Jó, oké, hogy lehet, hogy az őrületbe kergette Anikát. Okay, I should be able to go into both rooms now. Mi? Valahol most, igen, lekapcsoltuk az áramot egyébként a börtön résznél. Hát ez szuper. Locked. I need a key to open. Szopattok. Ezt nem hiszem el. Van itt még valaki? Micsoda? Mi? Mi? Jankó? Jól látom, hogy Jankó? Muzikant. Valami olyasmi volt. Miért vannak itt gyertyák? Kell egy kulcs, hogy ezt kinyissuk. A fenébe. Hol lehet a kulcs? A rendőrnél már csak nincs. Nem. He's dead. Nem. Húúúúú. A picsában. Várjatok már. Ajaj, ide rá lett írva ez felülre. Csak azt nem tudom, hogy... Hol kapcsoltuk fel a lámpát? Itt? Aha. Itt. Eltűntek. Jaj, felengedtük a... Aha! Aha! Ide tudtunk menni, akkor itt lesz a kulcs.
Tutti fix, hogy itt lesz a kulcs. Anika! Bazzik, a szívbajt hozod rám, Anika, mondjad! Really? Again? Miért kell ez? Must be the sheriff. Ez a sheriff. Na, ez sheriffet nem bocsájtunk meg. Komolyan, tehát akárhogy is értem, hogy a fia meg minden, de na. Biztos, hogy nem. Aha. Meg is van. Ott van a mögött a pókok. Oké. Hoppá. Eltévedtem a rendőrőrsön, bocs. Anika? Come on, follow me. Jövök, Anika, jövök. Mondjad. You can choose once you have learned everything. Jó van, menjek, megnézem, mi van. The information you're looking for is in this world. Az információ, amit keres, ebben a világban van. Hát ez nagyon jó hír nekem. Mi, hol? Srácok, ez vicc? Ebben a világban is van ilyen pöcs? Oké, most már értem. Eddig nem voltak itt. Eddig nem voltak itt. Trace, nagyon szépen köszi a feliratkozást. Köszi szépen. Köszi. Kamató, köszi szépen a 12 hónapot. Nagyon szép cici vannak, az tuti. Holy shit! Zsák utca! Nem tudom, erre ment. Ha itt jön. Elkapott, bassza meg! Ez egy szemét! Ez egy szemét fosadék, szaros fos! Jaj. Oké. Ez itt a kijárat, ugye? Itt tudunk majd kimenni, de nem találtuk meg mi az, amit keresünk. Úgy nehéz lesz. De most észrevett, bassza meg. Semmi baj, akkor ezek szerint jobbra kéne elmenjünk. Hát tudjuk, hogy itt a kijárat. Jobbra fogunk elmenni. Abban a pillanatban, hogy visszafordult és jött egy kört. Jó, nem baj, ki lehet ezt cselezni, nyugi. Utálom ezt a lényt, én is ugodjatok meg, nem vagytok egyedül. Ez mi? Bejött ide? Te eddig ide nem nagyon jött be. Ez a Zsák utca! Nem, balra kell menjünk! Rosszul emlékeztem.
Ide jövünk. Meg fog fordulni? Itt van. Hú. Aha. Aha, aha, aha. Ez nagyon érdekes. Látjátok, hogy... Ezek szerint a sheriff nem Mark apja, mint ahogy én gondoltam, hanem Desmond apja a sheriff. És azért nagyon érdekes, hogy mert ennek is meghalt egy gyereke. Mattnek hívták a gyereket. Neki Matt halt meg, és nem akarja elveszíteni Desmondot. És hiába próbálta nagyon rövid pórázzal fogni, úgymond, a gyereket, akkor is elromlott, úgymond. Hát ez nagyon gáz, de ez akkor is gáz. Ez nagyon gáz. Lost his other son. Igen, elvesztette. Van még itt valami? Nincs több info, ugye? Nem, ez ennyi. Most jön. Ez ennyi volt. És hogyha elmegy a terület, akkor kicselezzük. Elment, hogy még találnunk kéne még egy nyomot. De már ez alapján is dönthetünk. De én azt mondom, hogy ezt a csávót, ezt nem szabad megmenekítsük. Mit szóltok hozzá? Hát... Mert ez meg egy felnőtt ember volt. Most mit iszi Johnny Skodik itt? Jó. Budiban nincs semmi. Kimegyünk akkor. Mentsen meg. De miért? Egy gyereket már elveszített, ezért érthető. Van még valami nyom, amit nem találtunk meg, mert mi nem tudunk dönteni. Basszus, lehet, hogy valamit kihagytunk, srácok. Bassza meg. Az gond. Most vissza kell menjünk. Valamit nem találtunk meg. De miért kell visszamenjünk?
Náspán, köszi a csírt! Most jön be pont. Itt van az elején. Bassza meg, itt van. Na, olvassuk. Igen. Aha. Oké, szóval az a lényeg, hogy... Wow. Oké, szóval úgy néz ki, srácok, képzeljétek el, hogy ugye biciklivel ment ott a fűrész telep körül ez az Anika, és tényleg lezuhant a szikláról, viszont egy-két dolgot vettek észre azok, akik megtalálták a hullát. Az egyik az, hogy több keréknyom is volt, a másik az, hogy elvágták a fék kábelt. Ha. A Bob Dent. Ja. Három kölyökkel biciklizett utoljára a szemtanúk alapján, Markkal, Desmonddal és Haydennel. A szemtanúk elmondása szerint Anika gyakorlatilag menekült három gyerek elől. Aha. Hát ez... Ez kurvára nem egy... Kurvára nem egy baleset volt. Miért van itt ez a fasz? Azt hittem soha nem találunk. Azt hittem nem jövünk ki. Miért volt ott ez a szemét? Hát, srácok, én nem hiszem, hogy ez egy szemét dolog volt a sheriff-től. Mi az, hogy eltitkol egy ilyen fontos infót? De most komolyan. Szerintem rip. Sheriff Matthews loves order above anything else. That's probably one of the reasons that led him to the military. He wanted that same order at home. Because he wanted his son to follow his footsteps. This potential crime, the death of Annika, could jeopardize all the plans he had for Desmond. He dropped the investigation out of love and... Dez nincs ilyen, srác! But Annika's dead. Doesn't her mother deserve justice? Értitek, értem én, hogy kisiklott így az élete Desmondnak, kisiklott volna. És hogy ő... For his crime. I must decide again. Szóval oké, hogy kisülött az élete, vagyis az a terve a rendőrnek azzal, hogy Desmond megölte a lányt, de megölte a lányt! Hát miért, tehát értitek? Nem lehet eltusolni egy ügyet. Ez nagyon gáz. De Tank, nézd meg, megbocsájtottunk Marknak, mert nem tudtuk pontosan mi történt. Marknak megbocsájtottunk, mert a... Azt hittük, hogy igazán Márkus azt hittük, hogy azért halt meg a lány, mert biztos túl sokat baszogatták, de nem azért halt meg a lány, most kiderült, szóval jó, hogy megmentettük Markot. Ő egyszerűen csak egy gyerek volt, viszont kiderült, hogy Desmond ölte meg a lányt. Értitek? Bár őszintén szólva, arra nincs bizonyíték, hogy Desmond vágta el a Bob Dent. Én szerintem, de akkor is rip. Ez a rendőr mindenképpen eltusolta ezt az ügyet, ha ártatlan a gyereke, ha nem. És ez szerintem nem jó. Annika's mother deserved the truth, and he did everything he could to stop her from knowing what happened. Viszlát.